Először is mutatkozz be, ki mi vagy te. Hát Szabó Zoltán vagyok, és hogyha pont Zoli miről kérdezek, akkor pont a lehető legrosszabb, mert berkérdezték, mert hagyományőr vagyok. Jó, szeretem az animéket, ezért jöttem be, csak... Találkoztuk már mindenfélével, úgyhogy ez nem probléma. Tehát ez nem egy cosplay, ez egy 15. századi gyalogos viselet. És hogy félesz bele a mondókomba, vagy hogy itt és megmutatják? Ez a poén kedvéért. Sok ember megkérdezi, hogy úristen, ti kik vagytok, honnan, miből? Nagyon sokan nem kérdezték, hogy inkább csak fotóztak minket. Honnan jön ez a szenvedélyetek? Hát mi egy Gyulai csapat vagyunk, Gyulán Maroti Hagyományőrző Egyesület, és ezzel mindjárt szeretünk a középkort, meg is magát a témát, a világot. Mit szoktatok ilyenkor csinálni? Küzdötök? Igen, tehát bajvívásban áll főként, illetve lovagi, hát és korai életképek bemutatásokkor. Vannak lovak is? Lovaink nincsenek, tehát mi gyalogcsok vagyunk. Ezeket a gyakorlatilag jelmezeket, mert az miből készítitek meg, magatok készítitek, vagy inkább beszéltetek? A nagy részét magunk készítjük, azokat a dolgokat, amikről a sisakon meg a kesztyűm, azt én vettem. Sersik István munkája a sisak és Válsági Máté a kesztyű. Viszont a sodra munkákat, azokat teljesen mi csináljuk, ezt a sodrainket én szőttem. Illetve ilyen egyszerűbb fém munkákat, például ezt a válasot is, a házi gyártmány. Van egy asztalos tagunk, aki kovácsolásra fogott bele, és elég jó haladott, és az ő kezdeményezése. Tehát amit tudunk megcsinálni, ezt igyekszünk magunk megcsinálni, de a fegyvereket meg ilyenek, még nem állunk olyan szinten. Hivatalos egyesület? Igen, ez hivatalos egyesület. És hol lehet veletek találkozni, bemutatózni szoktatok? Igen, főként Gyulán, a Gyulai várba szoktunk bemutatózni, de Békés megyén belül sok helyen szoktunk lenni. Illetve a Visegrádi palotájátokat is. Mi az emberek visszajelzése a kezdeményezésetekre? Milyen reakciókat kaptok? Hát abban érdeklődő, de kicsit visszahúzódó. Tehát nem igazán tudják hova tenni ezt az egészet, hogy ezt mégis miért csináljuk, miért ez a szenvedélyünk. És ez szerinted miből adódik, hogy az emberek nem értenek titeket? Szerintem szóval. Nem lehet, hogy esetleg egy kis történelmi ismeret hiányról van szó? Hát lehetséges, mert folytonosan lovoknak indultunk, ami történelmi hülyeség most 15. században már igencsak eltűnt a lovagok, mi csodos katonák vagyunk, már katonák vagyunk. Eleve a lovagság ugye van nemességen alapult, de csak nemes lehetett lovag is. Esetleg a kapitányunk, de még ő se igazából számíthat nemesnek. Milyen feltételei vannak az egyesület bejutásra? Hát korhatárunk, az hogy van? Korhatárunk, hogy van? 14 éves kortól, nem, 16 éves kortól 18 éves korig szülői engedéllyel, utána már szabadon. Rá most beálltam a lányoknak az ügyvezetője. Tehát lányok is vannak, amint látjuk a csapat. Igen, az egyesületek, ők viszíti a kosztümeit, őként. Hát köszönjük szépen! Nincs, mi köszönjük!